Jó meccs volt, küzdős meccs volt, nagyot küzdöttünk. Büszke vagyok ilyen szempontból a csapatunk, de szerintem nyerhető meccs volt. Pár hibát elkövettünk, ami hogy természetesen egy ilyen csapatban az olasz válogatott megbüntet. De szerintem küzdés szempontjából nem lett panasz a csapatra, és van ilyen, hogy néha nem esnek be a dobások, stb. Ez benne van a játékban. Úgyhogy összességében pozitív volt ez. Két ellentétes félidőt láttunk. Mi történt a szünetben, mert te a második félidőben egy teljesen más magyar csapat jött ki a pályára? Gondolom, a második félidőben egy kicsit nyugodtabban támadtunk, az első félidőben kapkodtunk. Végig partiban tudtunk lenni az olaszokkal, nagyon jól felkészültünk belőle, Keller Ákiért is küzdöttünk, illetve azokért, akik nem voltak itt, nagy nehézségekkel mentünk bele a mérkőzésbe, de úgy gondolom, hogy ezt küzdeni tudással sikerült ellenszerezni. Szerintem összeszedtünk magunkat, elkezdtünk még jobban küzdeni, ugye a Govens az elején bedobott pár nehéz kosarat, ami mindenképpen átlendített egy holpontot a csapatot, és onnan kezdve csak építettünk erre. Milyen állapotban játszottál, mennyire voltál sérült még? Három kórházi vizsgálaton átestem, kiderült, hogy minden rendben van. Kicsit éreztem minimálisan, de sokkal jobban vagyok, mint a pénteki mérkőzés után, úgyhogy gyakorlatilag 90%-ban egészséges vagyok. Úgyhogy köszönet a debreceni kórháznak és a munkatársaknak, hogy ilyen jó ellátást biztosítottak nekünk. Mennyire hiányzott Ákos erről a mérkőzésről? Mennyiben lehetett volna más vele? Ákos ugye olyan játékos, aki minden mérkőzésen hiányzik, amikor nincs ott. Ugye nagyon sokat tesz a csapatért, amit a gyűrű alatt dolgozik. Így nem volt egyszerű őt helyettesíteni, de szerintem a csapat nagyot küzdött azért, hogy ezt véghez vigyük, de nyilván nagyon sokat ott van segíteni minket, nekünk Ákos. Azt mondják, magas a fájdalom küszöböd, ez igaz? Igen, nagyon magas, az a térdes nagyon betalált, a levegő is beszorult, azért feküdtem el a földön, mert nem kaptam levegőt. Hát... most is érzem, de mivel magas a fájdalom, köszönöm, ezért kibírom. Most lement, hogy ez a két meccs, egy bravúr győzelem, egy majdnem bravúr, ugye közel voltatok hozzá. Szerinted itt milyen célokat lehet kitűzni ebben a selejtező csoportban? Minden mérkőzés győzelem a cél, úgyhogy ezen nekem legalábbis nincs ezen vacilálni való. Szerintem minden mérkőzőt kell bemenni, hogy győzzünk, és lesz, ami lesz.